megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Csokoládé mindenkinek, csács, humi, csőváz, túléltem a tegnapi napot, itt vagyok, nem rúgtak ki, rengeteg hátbaverést kaptam jót, rosszat, hál' Istennek csak jót, igaz, tetszett neked is a műsor. Női operatőrünk van, direkt szerintem bekérezkedett, mert kíváncsi arra a Péteres dologra. Mindenek előtte el kell, hogy mondjam az elérhetésünket, elérhetőségünket, ebben nem megyek bele még egyszer ebbe a mondatba, jó? Van SMS-ünk, ami RTK, annak mondom a telefonszámát, 0670 7777, és mondom a telefonszámunkat, ami 0670 7333. Csetelhettek is trefford.origo.hu, való világ szoba. Tehát írjatok, várjuk leveleiteket, várjuk az ajándékokat, amit küldeni szeretnétek azoknak az embereknek, akik odabent szívnak most, és olyan feladatokat kaptak ma is, hogy fantasztikus lufikat fújtak fel, annyit, hogy az hihetetlen, de erről is lesz majd később szó. Oké, még egyszer elmagyarázom nektek az RTK-t, ez nagyon fontos, addig fogjuk tanulni. Te tudod majd, mi az RTK, igaz? Megtanultad, igaz? Mi az RTK? Rövid, tömör, kisbetűs üzenet. Tehát az a lényeg, ne legyenek ilyen marha nagybetűk itt a képernyőm, mert akkor lecsúszik a fele ide-oda, és akkor az nem látszik jó. Oké? Megyünk tovább. Tehát bombázatok minket a levelünkkel, címet nem mondtam még el, igaz? Tehát akkor Budapest, ez 1037 Kunigunda út 62. Ide lehet küldeni mindenféle rajongói levelet. Nagyon imádtam őket, drágák vagytok. Na szóval, tegnap megint eltelt egy nap, a béka csávó beköltözött, nagyon vagány gyerek, én bementem tegnap mind a három játékoshoz, aki tegnap volt, a Denis, a Juci meg a béka, kaptak mind a hárman egy feladatot, ugye, mert még nem tudtuk, hogy ki kerül be, én a békáit mondom, mondjuk mind a hárman ugyanazt kapták, a békáit mondom, arról lett volna szó, hogy mivel a Péter csávó az egy fradista gyerek, nem haragszom, én szeretem a fradistákat, csak izé. Szóval Péter csávó az fradista gyerek, a béka kapott egy olyan feladatot, hogy Majka emlékére felkiáltással jelezve a kamerának, beszalad, megvárja, még a Péter elalszik, és ezt nem mondtam, tehát a Péter elalszik, tehát de milyen kell aludnia, a béka gyerek berohan, lerántja magáról a gatyát, vagy legalább csak gatya legyen rajta, majd ezt később meglátjuk, hogy miért mondom, és elkezd oltári módon ugrálni, így kezd el ugrálni az ágyon, felkölti a Péter néha oda is, tapos neki, meg ilyeneket csinál vele, meg minden, és akkor azt kellett volna énekelni, hogy hajrá Újpest, hajrá Újpest, hajrá Újpest, éjjáó! Na most nézzük meg, hogy mit csinált. Én fölébresztem ezt a baluszt. Újpest, hajrá Újpest, hajrá Újpest, hajrá Újpest, hajrá most ezt nem akarom jellemezni. Szerintetek ez milyen volt? Mert szerinted jó volt? Tehát az volt, amit megígért. Nem akarok ezzel tovább foglalkozni, majd még helyre tesszük a békát, meg lesz neki a büntetése emiatt. Csetelünk egy cseppet! Sziasztok! Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy egy szép fej, formás, fenék, nyerő, hol van az értelem és az érzelem, ezt küld nekünk Bobszi. Ja, hol van az értelem és az emberség? Érzelem az egy film, nem akarom reklámozni. Értelem és az emberség, az nem ez a műsor, az egy másik. Kerry Baby szerint pedig szerintem jó kis csapat lett. Na, látjátok, ez egy pozitív chat, ez egy szuper dolog. Lassan kezdenek összeforni a gyerekek, kezdenek lelazulni, úgyhogy nagyon jó lesz a dolog, össze fog fogni. RTK-zunk, csácsumi, csokis tészta, szervó kormány, egyetek kolbászos pudingot, na meg Majka király, Sziszi, jó nő, tebbiek, és jó fejek, hajrá, út a tészta, csővász, Bé, Zoli, pásztorról. Zolikám, ez elég kemény volt ebben, még egyszer nem mennék bele így elolvasni, elsőre sem nagyon sikerült. Még egyet olvasunk, egy okos ember nem mondja magáról, hogy ő okos. Csöpke undorítóan viselkedik, aláírom, ezt én is így gondolom. Majka, nagyon szeretlek, vigyázz Zsanira, drága, mindig Zsanikával megtalálnak, de nagyon örülök neki, aranyosak vagytok. Amúgy Csöpkéről tényleg el kell mondanom, hogy egy kicsit tényleg érdekesen viselkedik, már napok óta állandóan fúrja az embereket, mindenkiről állandóan csak rosszat mond, kifele a stáb felé is rosszat mond, szóval mi kicsit elszaladt vele a ló, de nem baj, majd a nyakára lépünk. Telefonálhatunk, van a hang a fülemben, majd mindjárt megmondja. Van telefonálunk? Telefon, halló? Halló? Szia, drága, Majoros Peti vagyok, téged hogy hívnak? Szia, Vera vagyok, Kaposvárról. Jaj, Vera, szia, mi újság? Két mondatot szeretnék neked mondani. Mennyit? Kettőt. Jó, akkor azt számolom.
Annyira ne számolj. Egy. Na, szóval... Kettő. Megmondom őszintén, én a végig a Szaporsra szavaztam, de azt nem gondoltam, hogy, hogy ő fogja megnyerni. Hát akkor miért szavaztál rá? Erről nem akarok beszélni. Drága vagy, hogy a Szabolcsra szavaztál. Azért, mert most ez egy másik műsor. A Szabolcs megnyerte, egy nagyon jó fej gyerek. Megérdemelte, hagyd vigye, nem maragszok rám úgy. De van egy kis ezében, nem tüske. Mit szólsz a mostani műsorhoz? Csak azt szabad mondani, hogy szuper, más választ nem fogadunk el. Ja, jó, akkor szuper. Na, látod, milyen drága vagy. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Csumi! Nézzünk RTK-t. Hát, nem, az a baj, én annyira beszélnék róla, megmondom nektek őszintén, olyan szívesen eltrécselnék, hogy most én miért nem nyertem meg ezt a játékot, de most nem erről szól, már most a való világ kettő van ilyen szuper emberekkel, meg minden, szóval azért próbáljunk erre ráállni. Majka, senki nem lesz olyan, mint ti voltatok. Csibészkez, jó, hogy ilyenkor vágtál meg mi pont. Na jó van, próbáljunk a való világ kettőre koncentrálni, még egyszer megkérlek mindenkit, jó? Úgyhogy most bemegyünk a villába, megnézzük, hogy mi zajlik, az előbb egyébként oltári nagy verekedés volt. Most visszakapod, Béla. Hopp. Na, szevasz, kis barátom. Hol az áru? Ide figyelj, leszálltottam az árut rendesen. Micsoda? Hol van? De ember, hol van? És? Nem nekem hoztad, valamit összetévesztettél valakivel. Összekérsz akkor engem szintén valakivel, én neked vittem. De szóljam a haverédnak, hogy legyen ott a cucc, jó? Hát tudod, mi lesz akkor, ha nem lesz ott. Fenyegetőzött, odafülöm. Nem, én fenyegetőzöm. Nem erről áll a film, mert múltkor is kaptatok már jartost, emlékszed, hát lerendezted a dolgodat, vigyázzatok magatokkal, mert nagyon kemény volt. Ah, te így gondolod ezt a dolgot? Így van, ez az, így gondolom. Biztos, hogy így gondolom? Igen, mondjuk azt a belső zsebedbe, csak egy telefon és már minden. Jaj, telefon. Okosan csinálom. De figyelj már, ember. Ahogy kis barátom, majd megbeszéltünk. De ez is várj, ne tegezzél, ne tegezzél anyukájához. Hát mi van veled? Leveszem a kezedet, mint a szöcskén. Igen, te olyan vagy. Nagyon vigyázz. Te ezt csinálod. Most ilyen nagy az arcod. Nagy az arcod, mert mindig is vagy az arcod. Igyál már egy kis vidat, öcsi, hallod, megnyugodjál. Persze, kicsit így. Na, igyál, igyál nyugodtan. Nem vagyok szemes, de okos. Megbeszéltük, megbeszéltük, kis pofa, hallod, tudod? De nagy a szája. Hoppáré, valamit nyomnak a srácok vagányul, valami szerepjáték lesz, nekünk is volt ilyen rengeteg. Holnap, ha megnézitek az összefoglalót, már csak ezért is érdemes, akkor megtudjuk, hogy mi is volt ez, csetelünk. Csöpke a király, mondja Esrek. Erre Kabala válaszolt, hogy Csöpke király, te hülye vagy? Csöpke lesz az első, pont, aki kimegy a villából. Aranyosak, Csöpkével nagyon el vannak most foglalva amúgy az emberek, tényleg egy kicsit túlzásuk itt szerintem az ember utálatát, de nem, mert szerintem itt van Krisztián a vonalba. Csumi Krisztián! Csumi, hello, Csumi Gumi, mi újság van, haver? Semmi, csak szeretnék hozzászólni egy kicsit a műsorhoz. Hát azért, azt várom. Parancsolj! Igen, de előző, nagyon megfogtalak. Nem király voltál benne. Meg szerintem ennyi pénzre azért kicsit többet is mutathatnának a lányok. Ja, azt hittem én. Nem, a lányok. A lányok? Hát miért, ne viccelj, hát... Figyelj, csak fel kell menni a netre, ott is bőszen kell nézni a dolgokat. Ott. De oda a tévét. A Sziszit láttam zuhanyozni, barátom, hát én azt ajánlom neked. Elég királyság, elég királyság volt. De mit mutassanak? Mire gondolsz? Konkrétumokat akarunk. Mire gondolsz? Mindegy, hát közmutatok meg őket. Csúnyát ne mondjál. Nem mondok csúnyát. Mire gondolsz? Tényleg, fejtsd ki bővebben, mire gondolsz, haver? Hát őket zuhanyzás közül mutatnak rendesen. Tehát, hogy ne kockázzunk meg ilyenek. Na barátom, hát akkor, ha nem szólsz a barátnődnek, sajnos még ma neked a kedvedben nem fogunk járni, de ha szólsz a barátnődnek, vagy valami női ismerősödnek, ő biztos, hogy nagyon fogja élvezni a mai műsor, mert van még rengeteg okosság, jó? Köszönöm, hogy hívták, Krisztián, csoki! RTK-zunk! Ezek a mostani lakók tiszta gáz, mind valami cicababa, önmutogató nyágépek az új fiúk, puszi Majka, imádlak, Hajni! Ez biztos nem az a Hajni. Hajni, drága arany vagy, Csöpke, ez a fogalom gyökér. Szesz tilalom! Óriási. Tehát mi volt? Ja, Hajni volt. Drága vagy, babám, de az igazság, hogy megvolt a lehetőség. Volt itt orvos, volt ács, ezt már tegnap is elmondtam, be kellett volna szavazni, és akkor nem cicababák, meg nyálgépek vannak bent, tehát ti csináljátok a műsort, ez a lényege, bele kell pofázni a műsorba. Jó? Ő pofázna szegény, csak neki nem lehet. Úgyhogy Hajnikám, húzzunk bele. Még vagyunk egy RTK-val, megnézzük. Csáó, Majka. Kicsit gátlásosok a bentiek is, merevek is, nem igazán poénosak a bentiek. Csöpke gáz, bentiek, csöpke gáz, bentiek. Ez jó, jó kis SMS. Csöpke gáz. Hm. Oké, telefonálunk megint. Halló! Halló, szia, Mari vagyok Szegedről. Szavasz, Mari Szegedről. Nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem. Fura ura. Az látszik rajta, drágám. Kösz szépen. De te vagy a legszuperebb pasi. Aranyos vagy. Figyelj csak, ez a való világ kettő, ez egyelően nullával. Hát ezek a pasik, ezek a csajok bent, nulla. Mi? Nulla, érted? Miért hát mondod? Unatkoznak, én nem tudom a beszavazást, de mindig csak szavazunk, mert megígérnek akkora dolgokat vetkőzzünk.
mi van? Szerinted mi van bent? Na, semmi. Várjál. A drága vörös hajú lányt. Igen. Ezt nagyon várjuk Szegedre, mert ezt vezető táncosnőnek fölvettük Szegeden. Nem is ismeri még a dallamot, se az ütemet. Hát azt felejtsd már, ne. Hát jaj, drága. Na, hát nem lehet mindenki Fred Astaire. Hát nem viccelj. Ha valaki táncosnőnek adja magát. Gogo táncos vagyok, Ausztriában. Várjál, térjünk rá. A tövez mellett, drága. Cica virág, figyelj csak, bogaram. Figyelj, drága szívem, mondj valami jót is. Nem tudok jót. De akarom adni, nem tesznek ki a vonalból, mondj jót. Hát nem tudok. Villa tetszik? Tetszik a villa? A villa az magába tetszik, de... Oké, köszönjük szépen, szia! Na, szia! Mari Szeged, szia! Mari elég negatív volt, nem baj, se baj, vannak ilyenek, meg kell szokni amúgy az új lakókat. Oké, megnézzük, hogy mi történt az összefoglalóban a villában, jó? Nem azt nézzük, mert ide az van, hogy mi történt a villában összefoglaló, csak ebbe állandóan belezavarodok. Századjára ma. Röhögné, mi ha tudná? Mi? Tehát Sisi táncol, ezt már most hallottuk a véleményt kintről. Szerintem amúgy jó volt, én, ez nem teljesen korrekt volt Sisi, ahogy táncolt. Az volt a legnagyobb, hogy ott körbejárt a csapatot, és akkor ott izé, a béka gyereknek, aki egyébként olyan lett a szeme, mint a izé, a Skoda dísztárcsa, amikor elővette ott a dolgait, és akkor ott táncolt, így izé, jártam ellen, bedugta neki ide az üveget, és akkor úgy elkezdte húzogatni. Most ezt nem mutatom, mert túl erotikus, de ez tényleg így volt, majd ezt meg is nézhetjük majd valamikor, ugye? Majd megnézzük, mindegy, ezt nem, úgyse válaszolnak ilyenre. Úgyhogy ez nagyon szép volt, és ilyen piroska kis kötényben, amit ő reklamált ki magának, abba táncolt. De jó, szerintem jó nézett ki, mindegy. Nem baj, Mari, ne haragudj, de szerintem jó nézett ki. Csöpke. A csöpkéről megint negatív volt, tudunk mondani, nem baj. Én szerintem akkor is elmondom. Szóval volt egy olyan feladat, hogy menni kell lubickolni a vízbe, és akkor mindenki úszott. Na most Csöpke is úszott, csak úgy úszott, hogy nem látta senki, meg ő neki volt két melltempója. Ez mit szóltak, mi? Na, ennyit akarok erről mondani. Gabi, a Gabi gyerekről már végképp nem tudom, hogy mi van. Amúgy egyébként egy nagyon korrekt pali, meg nagyon jól csinálja, amit csinál, meg szerintem úgy egy kicsit már úgy ereszti el magát, meg jó fejlesz, viszont nem tudom, hogy hányan állnál itt a házi munkának. Nem tudom, mert állandóan vasal, meg ilyenek, RTK-zunk. Szia Majka, most már nézem a VV2-t, nekem a kismocsog a legszimpibb, de az abszolút kedvencem még mindig te vagy, Puszi Rita. Drágák az emberek, ezért szeretek itt ülni, mert fényezek állandóan. Szia Majka, Csöpke mit rinyál a mosógépért, amikor ruhában zuhanyzik? Sisi a nyerő, csápit. Ez egy nagyon jó, látod? Mari Szegedről, figyelsz, babám? Mi? Királyság lesz, levetkőztetjük a jányokat. Utána ne félj már, el is fogtok felejteni engem, azt se tudjátok, hogy ki az a csávó, aki itt ül. Na szóval, Gábor vasal, mint a gép, meg izél, meg háziasszonykodik, meg var. Ez nagyon szuper, engem egyszer tanított volna az oki kötni, de hát az se jött össze, úgyhogy én nem tudom, ez a Gabi gyerek így kivasalja a ruhát, és ezt azt mondták, így kell elmondanom. Kivasalja a ruhát. És szereti, hogy azonnal felveszi magára, mert szereti, ha meleg a ruha van rajta. Ezzel nem akarok célozni semmire. Szerinted? Szerinted? Nem mi? Na. Na szóval, megyünk be a villába, bekukkantunk, hogy mi van odabent. Csumi. Adjál már, engem! Mit értem? Megyek is, megyek a kocsmába, engedj, megyek a kocsmába. Megyek a kocsmába. Mit az? Adjál már engem, Bécs. Istenem, milyen hülyék. Miért pont mindig én? Milyen műke fogok ki? Öcsém, arra van az ajtó. Kokárik egyet, utoljára. Nagyon rosszul vagyok. Kihúzlak a picsába. Nagyon rosszul vagyok, szívem. Csalódtam, írja Snake. Szerintem elég jó fej, amúgy tényleg így van. Kismocsok egyéniség, ez is így van. Tetszik, ahogyan felvállalja magát, ez is így van. Sisi csinos, ez is így van, de eddig semmit. Csöpke túljátsza a szókimondását, ez már bunkóság, nem szókimondás. Péter túl merev és erőltetett. Békáról egyelőre nincs véleményem. Oké. Okay. Hát ez nem tudok mit mondani, telefonálunk. Először most mondják itt nekem, mert nekem folyamatosan pofászkodnak bele a fülembe, úgyhogy RTK-zunk. Csácsumi csőtészta, az iménti telefonos csaj nagyon gáz, Majka nagy vagy, Sisit pedig megnézném nagyon. Megyek kis a netre, Csővád, Csaba Zenta, nézzed, úgyhogy telefonálunk most már ne mondjál semmit, telefonálunk. Haló! Szia, Péter vagyok. Szia, Péter? Igen. Gyönyörű neved van, barátom.
Kőszikla, tudtad, hogy a szél? Tudtad, hogy kőszikla? Igen, Péter, hallgatunk, barátom. Csak ennyit akartam mondani, hogy kezdeletül a műsor. Igen? Először mindenkinek tudok eladódni, aztán majd. Így van. Valami telefon. Látod, milyen jól látod ezeket a dolgokat? Tehát én tudom magamról, nekünk is nagyon rossz volt. Tegnap is mondtam, hogy én így voltam, két napig meg voltam merevedve. Persze, hát nekik is fel kell adni, de bent aztán majd. Majd lesz valami jó nagy buli. Igaz? Majd lesz valami jó nagy buli. Igen. Jaj, de aranyos vagy. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Egy dolgot még hát kérdezzek. Mondjad, barátom. Hol lehet szerezni? Amit? Csukrot, bögrét. Ja, szóval ez nagyon gáz, ezt is úgy loptuk el, mert ebből ez az egy van eddig. Komolyan. De hogyha majd nagyon jó lesz ennek a nagyon hűséges nézőnek, akkor majd intézkedek, akkor kisorsolunk neked egyet, tudod. Köszi. Oké, Csumi, háló! Hello. Na szóval, most jön, amire mindenki várt. Péter zuhanyzik, 11 óra elmúlt, csajok tapadunk. Én meg szinkronizálok. Na? Hey. Te, az az ura, úristen, megint, ez a caci inger. Jöjjünk vissza. Hát ez óriási, fanatikus. Óriási dolgok történtek most oda bent, láttátok? Szuper volt. Péter nagyon nagy ász, ugye? Ugye láttátok a témát? Na, RTK, drága Majka, nem lehetne véletlenül újra megkukkantani Péter Zuhany jelenetét? Óriási élmény! Barátom, de most tényleg? Hát ezért nem lennék annyira eldobva. Engem láttatok zuhanyozni, érted? Most nem akarom itt előcsapni a témát, de na, nem lehet. Majd megnézed máskor, vetve, nézzé, törzs le interneten vagy valami majd, de lehet, hogy még megmutatjuk egyszer. Oké? Esztike? Megnézzük még egyszer? Nem mondjátok, nem. Nézzük, Esztike, remélem láttál mindent. De most ezt tudod, hogy ez kivételes eset volt. Hálás lehetsz. Bemegyünk a villába, megnézzük, mi van élőben, oké? Okay? Villa? Istenet, tudjuk mondani. De várj, ezt most hogy veszünk ki? Hát nem tudom, várjunk a dinamit, oké? Nem tudom, észrevette, hogy már három napja nem működik a mosógép, nem tudná megjavítani? Hát, ne haragudjon, hát én nem tudom, mert most már rohadtul unom, hogy nem tudok mosni három napja. Asszonyom, kétszer voltam önnél, ki lett cserélve a betéte. Maga? Nem érdekel, csinálom. Hát, ugye én házmester vagyok, hát a vízszerelés nem teljesen az én problémám, nem nálam tartozik. Én kiküldtem a vízszerelőt, én is átnéztem magának, most én javítgassam meg. Hát, hogy megnézem, hogy 1000 éves orosz mosógép, mit akar ezzel maga? Rohadtul unom, hát, de már fizettem, elvégeztem minden feladatomat. Engem nem érdekel, én nem nyúlok ez a géphez többet. Hívjon egy szakembert, maximum a kiszállási költséget tudom állni. Kész, befejeztem. Tart a szerepjáték, vadul. Én először azt hittem tényleg, hogy tényleg valami gáz van, vízszerelési probléma van. A bátyám vízszerelő. Na, csetelünk. Hoppá, csöpkönöm. Elég kézenfekvő jóslat. Lesz még csöpke kismocsok ellentét. Hát de ki tudja ezt? Lehet, hogy olyan bratyi lesznek. Ki tudja még, hogy a csöpke, mi újság van a csöpke tájékán. RTK, szia Majka! Azt üzenem a BK-nak, hogy éhezzenek a postások. Kis Csóri. Gratulálunk, Kis Csóri. Aranyosak vagytok. Még jut egy idő egy telefonálóra. Szia, Bogárka! Remélem, nem férfi. Jaj, ebbe majdnem nagyon beleszaladtam. Szia, Bogárka! Hello, Géza vagyok. Eléggé megbuktam volna. Hogy hívnak? Kicsit be vagyok rekedve. Nem baj, az csak jobb. Andi vagyok Tatáról. Tatáról? Igen. És szia, nagyon örülök, Tatáról. Hogy látlak a tévében még mindig. Jó képű csávó vagyok itt tévéképernyőn keresztül? Nagyon aranyos vagy. Jó, és neki is tetszett. Már igen? Azt hittem, hogy többet nem látunk. Várja, közelebb jövök, mert nagyon jó a hangod. Igen? Hogy látlak még, mert te voltál az én kedvencem. De drága vagy, és már nem vagyok? De az vagy még mindig. Nem vagyok rekedve, na mindegy. Van valami hozzáfűzni valód a való világkettőz, legyen? Igen. Ajánlom, nagyon legyen, mert arany. Akkor ki kell kapcsolni a vonalból. Nem nagyon aranyosak. Aranyosak. Szerintem. Drágák, még igaz? Csak most melegednek én szerintem. A kismocsok még csak most melegzik. Az nem, az is aranyos szerintem a maga. De teljesen kíváncsi. Nemébe vagy menébe, vagy hogy mondjam. Igen? De többiek is szerintem. Többiek is melegednek. Nem, aranyosak. Tapogatóznak. Jó a való világ kettő, vagy nem jó a való világ? Nem, ilyen variáció nincs. Jó a való világ kettő?
Szuper jó szerintem. Ez legyen a végszó, drága. Köszönöm szépen, aranyos vagy. Puszi! Szia, drága! Ez óriási, nagyon aranyosak. Na szóval, mára ennyi fért bele, holnap megint pofászkodunk, holnap megint ütjük a bréket, amíg lehet, nyomjuk a szigonyba a cseteket, az RTK-kat, meg a telefonálókat. Találkozunk mikor? 19 óra 40-kor, Stolbuci vár titeket az összefoglalóval. Én már akkor itt leszek, mert nekem sokat kell gyakorolni, de este találkozunk. Nézni kell az összefoglalót, még bekukkantunk a villába, hogy mi van élőbe. Csoki! De nem kell azért elmenni, mert matekból kapsz egy jegyest, nem olyan nagy tragédia, én végig buktam egész évben, tehát ne foglalkozz ezt vele. Még nem mondtad. No, kop, de maradjál itt, és akkor próbáld meg elfordítani ezt az egészet, hogy valamit meg kéne, hogy kicsit visszahogy, nem is tudom. Hogy gondoltad ezt? Nem tudom, hogy most a költözéssel kicsit bajba vagyok, de... Itt fel kéne állítani, nem gondolod? Nézd meg, az ajtón kifelé egyáltalán, mert nem biztos, hogy esetleg... Lehet, hogy kéne hívni mindenféle rendelkeket, akik így megcsinálják ezeket a dolgokat? Egy és kettő, kifér az ajtó. Nézzük meg, nem úgy van ám, nem úgy van ám. Itt végig tudjuk hozni, hozni. Mondd, hogy telefonszával, ami költöztet a vállatok a telefonszával, azt kérem, hogy